Zene Fabian Rümer. Fényképezte Michael Schreiter. Rendezte Sven Bóze. 1989 a fordulat éve. Megtörtént események által inspirált, kitalált történet. Az Egyesült Államok képviseletén tartózkodunk? Igen. 1947. április 3-án született Würzburgban? Igen. A férjével az Egyesült Államokban ismerkedett meg? Nem. Betsy Jordan, beszélt önnek a férje születésnapi partiján egy dezertőr tervezett kicsempészéséről? Igen. Van valami köze Ralph Hummel halálához? Na, kérem a poharakat. 3 nappal korábban. Örülök, hogy eljöttetek. Thank you so much. 1989. október 5-e, Nyugat-Berlin. Kér egy kozmopolitent. No, thank you. Megnézem a húst. Oh, sorry. Honnan tudtál alfonyalevet szerezni ezen a szigeten? Ha az ember kultúra tasé. Oh, you are so fancy. I know. Bravo, Simon. Mikor fogsz játszani az NBA-ben? Hello. Szia. Szia. Örülök, hogy eljöttetek. Szia. Jól nézek. Nem hagynánk ki az év legjobb partiját. Na ne, kérsz egy sört? Igen, kösz. Jó, és te? Oh, maradok a víznél. Rendben. Colin és Andrew sajnos nem tud eljönni. Kérik, hogy ne haragudj. Egyikük sem. És miért nem? Sorry, bizalmas. Na jó. Tegnap Kelet-Berlinben voltál. Andrewval. Már úgy is tart az akció. Valaki át akar állni, és azt mondja, vakond van nálunk. Nem én. Hát én sem. Még mindig futkos a hátamon a hidegenser beszédétől. Jó, tehát mihez kezdjen az NSK azzal a sok menekültel? Ha így megy tovább, nem tudják tartani a határt. Akkor a falnak annyi. És még mit álmodtál? Richard, gyere egy pillanatra. Mindjárt visszajövök. Migrénje van, néha rájön. Szegény. Remélem, hamarosan jobban lesz. Jaj, szívem. Oh. Sajnálom. Gyere, felkísérlek. Boldogulok. Menj ki a többiekhez. Sajnálom. Jó. Feküdj le. Jó. Checkpoint Charlie, Nyugat-Berlin.
Mikor találkozunk vele? Este 7-kor. Kevés az időnk. Előbb még le kell ráznunk a Stasit. Rendben. Ki az? Ani. Szia. Privet, Ralfik. Hadd öleljelek meg. Azt hiszem, a meglepetés sikerült. Köszönöm, Ani. Csókolom. Mindig résem vagy. Bemehetek? Gyere. Jelentkezett nálunk egy áruló. Valaki, aki tud a vakondról. Ez alig, hanem irányított akció. Csak nem gondolod, hogy elárullak. Tedd már le a stukkeremet. Rajtad kívül, csak az apám és Wolf tud rólam. Neki más tervei vannak, nem adja el az embereit. És semmi sem változott. Hogy vannak a gyerekek? És hogy van Richard? Ha irányított áruló lenne, neked nem kéne tudnod róla? Amióta Wolf elment, már nem tájékoztatnak az akciókról. Na, konyhában talál sört. Hozz egyet nekem is. Sosem árultalak volna el. Minek tetted volna? A Zehlendorfi villában biztos jól élsz a szocializmusért. Hagyd abba! Most hiszed, kiszállhatsz, ha lepuffantasz! Aktád van, Saskia, mint mindenkinek, és előbb-utóbb eladnak! Thank you.
jobban vagy? Meg vagyok. Ellen nagyon bedobta magát, hogy pótoljon. Erre valók a barátok. De táncolni nem tud úgy, mint te. Felmegyek. Eredj, epedve várnak a lányok. Hey, Richard! Show me! Készülök. Hurrá! Ezerkilencszáznyolcvankilenc. Október 6-a. Meg kellett oldanom egy problémát. Igen, mondták. Nem volt választásom. Már úton volt egy tém. Remélem, nem követtél el hibát. Vonulj vissza az operatív tevékenységből, ne kelts feltűnést. Ne lépj kapcsolatba senkivel. Tessék? Most a te biztonságod a legfontosabb. A szükséges parancsot kapsz, hogy utazz el Moszkvába. Miért vagyok nyilvántartva? Láttam az aktámat. Az aktád a minisztériumban van, biztonságban. Megígérted, hogy nem lesz semmilyen aktám? Az Egyesült Államok diplomáciai képviselete Nyugat-Berlin. Állomás. Jó reggelt! Jó reggelt! Kiheverted a migrént? Igen, de fogd rövidre. Történt valami? Igen, szikrázik a levegő. Miért? Fogalmam sincs. Colin és Graver is benne van, meg egy washingtoni légypiszok. A tanácsterembe, 10 perc múlva. Még gyorsan elszaladok a mosdóba. Menj csak. Informátorunk bizonyítékot ígért arra nézve, hogy vakond van közöttünk. Állítólag nála volt a felderítő központ ügynök aktájának kartonja. Csak előbb nyugatra kellett volna csempésznünk. Colinnal és néhány emberrel akartuk végrehajtani az akciót, de egy szó mint száz, az akció kudarcba fulladt. Az emberünket holtan találtuk. Agyonlőtték. Öngyilkosság? Ez a hivatalos verzió. Mindig ezt mondják, ha egy stázi alkalmazott meghal szolgálat közben. Azt hiszem, valaki szivárogtat. Minden lehetőségnek alaposan utána kell járnunk. De már nem az én segítségemmel.
Langley már egy ideje eldöntötte, hogy a székembe egy kémelhárító szakembert ültet, Jeremy Redmond. 85-ben ő derítette fel John Anthony Walker kémgyűrűjét. Jeremy? Hölgyeim és uraim, helyzet van. Mostantól a moszkvai szabályokat alkalmazzuk. Minden osztály egyedül dolgozik. Az információ rajtam keresztül áramlik. Csak rajtam keresztül. Megértették? És csípjük el a vakondot, oké? Ne tévesszem meg senkit, Gorbacsov úgynevezett enyhülési politikája. Még mindig tart a hidegháború. A szovjetek egy dolgot akarnak, kipaterolni az államokat Európából. Egy aktát szerezzünk meg az ügynök nyilvántartásból? Egy frászt. Nekem az egész cucc kell. Ki tudott az akcióról? Halljam. Colin tervezte meg az útvonalat. Én bevontam Andrewt. És? Colin fel akar jutni a csúcsra. Ő sosem tenne ilyet. Andrew meg igazi amerikai. Imád jól élni, jókat enni, szórakozni. Érti, ugye? Nem kockáztatná, hogy elveszítse mindezt. Ki vette fel a kapcsolatot? Betsy Jordan. Londonban szerveztük be. Nem hinném, hogy a stázi keze elér odáig. És tegnap hol volt? Saskia Starkéknál. Ő az NDK ellenzék elemzőnk. A férje születésnapi partia volt. A német? Meséljen róla. Az NSK-ban nőtt fel. Az életrajzában nincs hézag. Politológiát és amerikanisztikát tanult a berlini FU-n. A férje amerikai, 13 éve van nálunk, nagyon kötelességtudó, az elemzései ragyogóak. Van két gyereke, és sok veszíteni valója. Hová megy? Hová menj, Saskia? Gond van a lányával. A férje telefonált. Kérem, ellenőrizze. Rendben. És mostantól mindig figyeljék, merre jár. Értem. Hogy mehetnek kirándulni oda átra, és a célnak keresztik a gyerekeket? A tanárnő nem tehet róla, hogy Hanna elszakadt a csoporttól. Várjunk még egy kicsit. Miért idegeskedsz úgy? Veszélyesebb lett oda át? Elnézést, amiért gondot okoztunk, Miss Kutcher. Ezt meg kell beszélnem az igazgatóval. Meg lesz a következménye. Helyes. Remélem mindkettőjüknek. Ugye tudja, hogy mi van oda át? Hanna! Mi van? Nagyon sok. Felelőtlen vagy. Oda át nem lehet csak úgy kószálni. Az egy diktatúra, szabályai vannak. Ismered őket? Nem. Tudok olyan családról, amelyet szétszakítottak. De hát nem történt semmi. Meg aztán nem is olyan borzasztó oda át. Mi nem olyan borzasztó? Mit csináltál ott egyedül? Tudod, aggódunk, ha eltitkolsz valamit. Titkokhoz mindenkinek joga van. Gyertek, menjünk enni. Német Demokratikus Köztársaság, 18 évvel korábban. Biztonsági Minisztérium, 1971. Wolf vezérezredes eltárs, a honosítási iratok a Barbie kastélyból. Kapcsolja az operatív technikai részleget. Leske ezredest. Gerhard? Találtunk valakit. Ide figyelj, Tati. Kivárjuk az utolsó ellenőrzést, aztán találkozunk a srácokkal kint az utcán. Mi van? Itt beledöglünk az unalomba.
Egy jobb világért harcolunk. Az nem lehet unalmas. Nem, persze, hogy nem. Vigyázz! Pihenj! Lelépni, egy-kettő. Te nem, te itt maradsz. Ilse Weberrel összebarátkoztatok már? Hát... Mit mondtam neked mindig? Soha ne fedd fel magad. De... Ahova készülsz, Tatjana, ott nem bízhat senkiben. Még bennem sem, az apádban. Ez az egyetlen életbiztosításod. Találtunk neked egy tökéletes személyazonosságot, ebbe fogsz belebújni. Saskia Kinsel, 22 éves, radikális antifasiszta, szakított náci szüleivel és áttelepedett az NDK-ba. Mi van, ha vissza akar menni? Ettől nem kell tartanod. Én nem akarok nyugatra menni. Itt akarok harcolni az elvtársakkal. Személyesen Markus Wolf szervezte meg. Nagy tervei vannak veled. October 7, 1989, CIA állomás, Nyugat-Berlin. Mit szólna egy kis fánkhoz, Betsy? Ó, köszönöm. Finom. Kóstolta az Outpost félét? Nem, még nem. Kóstolja meg a juharszíruposat. Igen? Mhm. Uh-huh. Én inkább a bostoni krémesre bukom. Na, se rossz. Beszélt a dezertőrről Saskiának? A partim? Én csak 4 körül értem oda. A kérdésre feleljen, kérem. Magánjellegű meghívás volt, szóval nem. Jó. Köszönöm, Betsy, ez minden. Rendben. Betsy? A finom fánkja. Tényleg jó. Tessék. Vannak videófelvételeim a kelet-berlini ellenzékről. Ó, remek. Köszönöm. Olvastál újságot? Markus Wolf. Ki lesz Honecker utóda? Pont Markus Wolf. Sokra viheti az ember a kém szakmában, ha? Igen, Bush is igazgató volt a CIA-nál, ugye? Hát akkor holnap az asztalnál lesz a jelentésem. Köszönöm. Többet akar tudni Saskiáról és Betsyről? Igen, ellenőrizzék, hogy az akció idején nem távoztak-e a partiról. Jó, rendben. Köszönöm, fiúk. Azt, ez meg mi? 40 éves az NDK. Évforduló. A rendőrség mindenkit megvert, aki nem akart ünnepelni.
Redman azt kérdezte, hogy beszéltem-e neked a dezertőrről. Paranoiás a pasas, engem tart vakonnak. És? Mit mondtál neki? Hogy magámból én nem diskurálok a munkámról. Jó. Elnézést, ellenőrizném ezt a területet. Egy pillanat az egész. Nem akar hallgatózni? Azt hiszem egy vakont. Sokat javultál, nem? Na igen, jobb is lehetnék, ha az edzőm hagyna kipontakozni. Felmegyek. Jó. Saskia! Tessék! Nézd csak, ki van itt. Mindjárt megyek. És ez ki? Jeremy! Ne aggódjon, ez magánlátogatás. A jéghoki meccsel futottunk össze. Nem innál valamit? Mi van a vacsorával? Megcsinálom. Anna még úgy sincs itthon. Én Simonnak bedobok egy pizzát a sütőbe. Anna még nincs itthon? Megyek, felhívom Nadine. Adj neki még 10 percet. Igen, jöjjön, üljön le velünk. Rendben. Mindjárt visszajövök. Milyen szép lakás. Köszönöm. Vagyis soha nem mutatta be neked a szüleit, mert nácik voltak? És ezt tiszteletben tartom. Az ő nemzedékének el kell határolódnia a bűnösöktől, még a családban is. Hát igen, őrült egy ország ez, nem? Minden sarkon érezni a második világháborút. Mintha direkt élveznéd. Igen, hidegháborús fiú vagyok. És szeretek a nyerő oldalon állni, nem a vesztesen. Mint Johnny Walker, emlékeztek? Ja, a KGB-s vakont. A New York Times szerint nagyobb kárt okozott, mint Rosenbergék az atomtitok elárulásával. Tudjátok, mi lett a végzete? Biztos elárulod nekünk? Igen, a családja. A felesége rájött, hogy kém. Megijedt, előbb elhagyta, aztán elárulta. Úgyhogy elfogtuk, és tudtuk, hogy a fia is benne van. Így aztán Johnny mindenkit elárult, aki segített neki. Csak hogy a fiának megspóroljon néhány év börtönt. Hát igen. A család. Ez volt a gyenge pontja. És ezt használtuk ki? Így megy ez ebben az üzletben. Talán ezért hívják piszkos üzletnek, nem? Jaj. De nem csak ezért. Megyek, előveszem a lányomat. Még találkozunk, Jeremy. Az biztos. Ja, hozottam egy hazugságdetektort az államokból. Vadonatúj. Belső kihallgatás. Nagyszerű. Mondd csak, Richard, javíts ki, ha tévedek. Ez jazz gyűjtemény? Igen. Imádom a jazzt. Ki vele, hol voltál? Nem tudsz kopogni. Mi van rajtad?
Ne terelj, tudni akarom, hol voltál. Szállj le rólam, semmi kedvem ehhez. Strausberg mellett, NDK 1971. A neve Saskia Kinzel? Igen. Richard Starke félig amerikai, a Kennedy Intézet professzora. Nagyon jó kapcsolatai vannak a nagykövetséggel. Ő lesz az ugródeszkája a CIA-be. Ez nem a KGB dolga? Mindig szeretem, ha van B-tervem. Akkor is, ha nagy testvérünkről van szó. 1947. április 3-án született Wirth Urban? Igen. Én leszek a tartó tisztje. Rajtunk kívül nem kell tudni róla senkinek. A Német Demokratikus Köztársaság állampolgára? Nem. Most kibukik. A Német Demokratikus Köztársaság ügynöke? Nem. Kérlek, vigyázz rám, Misa. Persze, hogy vigyázok. Holnap jöjjön be hozzám. A hírszerzéssel foglalkozó részleg... Ügynöke? Nem. Egy pillanat. Ereszel. Nyugodjon meg, kérem. ...1989. Október 9-e. Miután a rendőrség október 4-én erőszakosan lépett fel, kérdés, mekkora lesz a részvétel. A megfigyelők attól tartanak, ugyanolyan mészárlásra kerülhet sor, mint Kínában... Hannának jött Kelet-Berlinből. Kelet-Berlinből? Most pedig hallgassanak egy kis zenét. Majd, ha megint szóba áll velünk, megkaphatja. És... jót beszélgettetek? Amikor sportról volt szó, igen. Miért kérdezhette, hogy miért nem mutattál be a szüleidnek? Ezt tőle kérdezd meg. A te cimborád. A te főnököd. Na, elárulod végre, hol jártál tegnap? Elvigyelek edzésre? Bringával megyek. Nagyon egyszerű. Még csak 16 éves vagy. Fél tízkor itthon a helyed. Egyértelmű szabály, nem? Tehát hol voltál tegnap este 10 óráig? Nadinnál. Megfeledkeztünk az időről és lekéstem a buszt. Milyen buszt? Amelyik ott jár. Melyik megállóban? Jó. Legközelebb időben hazatelefonálsz, és megkérdezed, jöhetsz-e később. Rendben? Gyere, Zimon! És te ezt csak úgy hagyod? Igen. Nem kényszeríthetem, hogy beszéljen velünk. És nem is akarom. Kedves Hanna. Szeretlek, Jan.
Ez a hazugságvizsgálós pasi. Remélem nem kérdez a partiról. Saskia Starke. Az Egyesült Államok külképviseletén vagyunk? Igen. A férjével az Egyesült Államokban ismerkedett meg? Nem. Betsy Jordan, beszélt önnek egy dezertőr tervezett kicsempészéséről a férje születésnapi partiján? Igen. A férje születésnapi partiján beszélt erről? Igen. Az ünnepség egész ideje alatt otthon volt? Igen. Ön 1947. április 3-án Würzburgban született? Igen. Tudta, hogy a lánya tegnap Kelet-Berlinben járt? Tessék? Mit mond? Igennel vagy nemmel feleljen? Nem. Van valami közel Ralph Hummel halálához? Ki az? Igennel vagy nemmel feleljen? Van valami közel Ralph Hummel dezertőr halálához? Nincs. Nincs több kérdésem, köszönöm. Befejeztük? Igen, befejeztük. Köszönöm. Mit keresett a lánya pont most Kelet-Berlinben? Megkérdezem és írok egy jelentést. Köszönöm. Mit gondol? A válaszai hihetőek, de a sémája túl szabályos. Úgy is mondhatnám, kontrollált. König? Hagyjon békén, már nem félünk maguktól. Na ide figyelj, tudom, hogy nyugati kapcsolatot tartasz fent. A kis barátnő családja az amerikaiaknak dolgozik. És ha te leszarod is, hogy esetleg újra börtönbe kerülhetsz, gondold meg anyát, hogy bírná, ha újra a Hohennekbe kerülne. Szüntesd be a kapcsolatot a nyugati lánnyal. A tüntetés "Mi vagyunk a nép" felkiáltással kezdődött. Ma a nép feszült. Sokan a változásért tüntetnek, sokan pedig azért, hogy az NDK mint állam fennmaradhasson. Hanna itthon van. Lécsében csoda történik éppen. 70 ezer résztvevőről beszélnek. A tüntetők egy része Németország újraegyesítését követeli. Azonban mindenki egységesen tiltakozik azok ellen,
akik 40 éven át az elnyomás... Az emberek torkig vannak a hiánygazdasággal. Verseny nélkül nem megy. Bármilyen szép is a gondolat. Jössz itt a neoliberális szövegeddel. Ők nem teliboltokat akarnak, hanem demokráciát, szabadságot. Álljatok közénk, hívószóra, egyre többen és többen csatlakoztak. Ne haragudj. A Lipcse belvárosát körülvevő körúton vonulva az emberek... Mi a bajod, Zászkia? Csak egy kis normalitásra vágyom. Ehelyett mindenki becsavarodik, a lányunk is. Mi vagyunk a nép, hangzik fel újra és újra, ahogy az utcákon végig röntőjönnek az utcák. Az elnyomás ellen a szabadságért állnak ki, egy olyan jövőt szeretnének, ahol nem tudják, hogy kérem. Te milyen kamasz voltál? Alkalmazkodó. Tényleg? Csak melletted lettem lázadó, Richard. Az lettél. Mi van? Volt egy begyulladt májfoltom. Eltávolítottam. Berlin, 1973. Szia, apa! Ez a cucc olyan, mintha kiírnád magadra, amerikai vagyok. Nem akarod felvenni? Minek? A mama nevét adtam neki. Mindent kockára teszel, amiért... amiért egy életen át dolgoztunk? Egyszerűen ide jössz. Mit mondtál Richardnak? Hova mész? Nem lett volna szabad gyereket szülnöd. Ez sebezhetővé tesz. Egy barátunk küldött érted. És ki volna az? Pilmennyit főzött.
Nem is tudom, hogy jutott eszembe ide jönni. Senkivel nem tudok beszélni. Titokban kell tartanom, mit gondolok. Nagyon hiányzik a közösség. Hidd el, tudom, hogy milyen nehéz neked. És hogy embertelenül sokat várunk tőled. De azt is tudom, milyen erős vagy. A legnehezebb a távolságtartás. Mitől? Hannától. Riártól. Nem válhatnak az igazi családommá. De igen, azzá válhatnak. A lányod csak még erősebbé fog tenni. Sor. 1989. november 4-e. A tüntetés 10 órakor kezdődik az aréna épületénél, elhalad a köztársasági palota előtt, és egy nagy gyűléssel ér véget az Alexanderplatz. A tüntetésre nem csak művészeket, de városnak több funkcionáriusokat is vár. Itt vannak a kísérőink. Kettőt látok. Nem tehetnek semmit, diplomaták vagyunk. Megrohamozzák holnap a falat, vagy azt akarják, amit Gorbacsov? A falat nem lehet csak úgy megrohamozni, uram. Ne. Mit csinálunk, ha eszkalálódik a helyzet? Találkozzunk a gyülekezés helyén. Jó nagy tömeg, he? Leci, hol van? Otthon. Amíg nem ellenőriztük őt. Azt szeretném, ha a tíz unokáim zászló felvonás és állampolgári ismeretek oktatása nélkül nőnének fel. Azok nem Markus Wolf. De tegyék azt, amit én fogok most tenni. Lelépek. De most? Jeremy Redman. Tudom. Langleyben senki sem fogja elhinni, hogy kezet fogtam önnel. Mindannyian változást akarunk az országunkban. És most következik Dr. Markus Wolf. Hogy is mondják, kéz- és lábtörést. Szerencséje, hogy ma már nincs Giotti. Ha bátran és megfontoltan akarunk tovább haladni a megújulás útján, akkor itt, ezen a helyen tiltakoznunk kell az ellen, hogy a minisztérium számos munkatársát, akik régóta ismernek engem, most egytől egyig a nemzet bűnbakjaivá kiáltsák ki. Szeretnénk, ha ez így is maradna. Használjuk ki együtt ezt a kivételes lehetőséget, hogy összekössük a szocializmust azzal a demokráciával, amely valóban megérdemli ezt a szót. Ezzel talán viszonozhatjuk Mihail Gorbacsovnak és a szovjet embereknek azt a bátorságot és reményt, amelyet a perestroikával és a glásznosztyal együtt elhoztak országunkba. Hanna!
valami? Oda hát voltál? Megszólított valaki? Hana! Mit csinált a lány oda át? Fogalmam sincs. De nem ez volt az első útja. ...1989. november 9-e. Jobban van már a lányod? Azt hallottam, van egy barátja. Kelet-Berlinben. Jan Könignek hívják. És nem tudom, hogy véletlenül találkoztak-e. Vagy az is lehet, hogy a Stázi állította rád. Igen, lehet. Figyeljetek! Ezt nem fogjátok elhinni. Leomlott a fal! No csak. Jó hír Jánnak, ha? Jó estét, hölgyeim és uraim! Az NDK állampolgárainak kiutazásával kapcsolatban Günther Szabolcsi, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának tájékoztatás politikai titkára, a sajtótájékoztatón bejelentette, ettől a pillanattól fogva megnyitják a határokat. Na lám, hölgyeim és uraim, ez történelmi pillanat a CIA számára. Úgy van. Az emberek mostantól szabadon mozoghatnak, és az információk is. Uncle Sam mélyen a zsebébe nyúl, hogy ezek az infok ide hozzánk fussanak be. Éljen a perestrojka és a glasnost! Igen, mi most indulunk. Nem, Zaszkia még nem ért haza. De mi mindenképpen megyünk. Majd hagyok neki üzenetet. Akkor a megbeszélt helyen találkozunk. Persze, a gyerekek is jönnek, ezt látniuk kell. Történelmi időket élünk. Oké, rendben. Szia. Starke. Itt Regina Reinhold. A külföldi útja ügyében keresem. Megvan minden szükséges irat, kérem fáradjon be az utazási irodánkba. Köszönöm. Zaszkia, elmegyünk a Borholmer-Strasse-i határátkelőhöz. Hol vagy? Nem maradunk sokáig, Richard. A Borholmer-Strasse-i határátkelőnél megrendítő jelenetekre került sor. Több ezren akarnak átjutni a nyugati oldalra. Emberek százai kapaszkodnak fel a fal tetejére. Ez fantasztikus! Zaszkia? Egy pillanatra azt hittem elmentél. Anya! Tessék! Hát nem őrület! Leomlott a fal! Tényleg tiszta őrület! Hanem tudod, kivel találkozott Hana? Szia, anya! Bemutatok neked valakit. Hello, Jan vagyok. Oda átról. Szervusz! Zaszkia vagyok, a mamája. Jan, várj! Ez meg mi volt? Nem tudom.
Nem, semmi. Megyek aludni. Gondolom, igaz, amit Jan mesélt. Tulajdonképpen mit csinálsz a CIA-nál? Hogy tehetted ezt a saját lányoddal? Ilyet egy ember nem csinál. Igen. Én tudom, mire képesek az emberek, ha CIA-ról van szó. De nem egy ilyen ártalmatlan fiú. Honnan tudod, hogy ártalmatlan? Mi rizikócsoport vagyunk a kapcsolatok szempontjából, főleg a keletiekkel. Téged egyáltalán nem érdekel, hogy a lányod diplomata útlevéllel Kelet-Berlinbe jár szerelmi légyotra? Ne olyan hangosan, meghallják. Akkor csukd be az ajtót. Nem teljesíted az elemi kötelességedet. Én csak Hannát próbáltam védeni. Inkább magadat, nem? Egy kis punktól. Nem magamat, hanem magunkat. Három nappal a fal leomlása után. A gyerekei szerint gyakran előfordul. Az aktájában is benne van, hogy migrénes. Nem emlékszik, Zaszkia végig otthon volt? Nem emlékszem. Aztán meg már hazamentünk. Ellenőrizné, hogy valakinek feltűnt-e valami aznap este? A barátainak, a gyerekeinek, a férjének? Csak akkor zárhatjuk ki a gyanúsítottak közül, ha megvan a vakond. Jeremy, várandós vagyok. Egy vakond is lehet várandós. Nem tudja, hol van Zaszkia? Ma még senki sem látta. Ahogy én sem. Evezéshez. Jól van. Legközelebb legyen csónakunk. Oké. Irányították volna. Merő véletlen, hogy találkoztak. Washingtonból szigorú utasítás jött, hogy zavarjuk meg a dolgok menetét. Bush naív, csak ő hisz az újraegyesítésben. Ki akarok szállni, Misha? Értem. Már rég Moszkvában lehetnél. Mindent megszerveztünk. Te már rég eltávolodtál az ügyünktől. Te igazán nem vádolhatsz a lojalitás hiányával. Egész más helyzetben lennék, ha nem szerepelnék a nyilvántartásban. Ki írta be a nevemet? Melyikőtök biztosította magát ezzel?
A nyilvántartás már nem védett. Nem vagyok biztonságban. Még létezik az NDK és az Állambiztonsági Minisztérium. Jó, de meddig még? Az emberek gyűlölik a Stázit. Ha Modró meg akarja menteni a pártot, bűnbakot fog csinálni a Stáziból. Segíts kitörölni a nevemet. A dossziéd még mindig a Stázi archívumban van. Az archívum 63 munkatársából csak 3-an férnek hozzá az ügynök aktákhoz. Az egyiket meg kell dolgoznod. Peter Weigel 1964 óta van a főcsoport főnökségen. Nem tud felhagyni az ivászattal. Így adva van a befolyásolhatósága, bár a függősége kockázattal is jár. Hermann Berger 73 óta van a főcsoport főnökségen, őt eléggé önhitnek tartják, anyagiakkal korrumpálható. Kyle Henning 68 óta van a főcsoport főnökségen. Elszántsága és a párt iránti feltétlen hűsége miatt nagyra értékelik. 85-ben jelentette felesége csekély ideológiai elkötelezettségét. A tanácsadó szerv azt ajánlotta, valamennyire vonja be a feleségét csekista tevékenységébe. Azóta az asszonnyal nincs gond, hű a rendszerhez. Vele kockázatos próbálkozni. Az egyetlen gyenge pontja a felesége. január 12. Elnézést. Új vagyok itt, még nem ismerek senkit. Kellemetlen helyzetbe kerültem. Egyébként Barbara vagyok, Barbara Köhler. Heide Henning. Jó napot. Jó napot. Kicsit kínosan érzem magam. A holmi még nem érkezett meg. Nincs tükröm, nincs fésűm, semmim sincs. Este meg egy flancos partira megyünk. Megengedni magánál, próbáljon fel. Hát jól van. Jöjjön, behozza holmiát. Ha. Köszönöm, erre. A férje nincs? Csak hogy ne találjon itt. Nem, ő csak fél hétkor jön haza. Na, akkor jó. Szóval, ezt veszem fel. Ezt ki sem kell vasalni. Csak nehezen húzom fel a cipzárat, ha volna szíves. Jó. Mondd csak, nem tegeződhetnénk? Szólíts Barbarának. Hajde. Na, nézzük. Megfognád egy pillanatra? Igen. Pillanat. Lássuk. Megigazítanád hátul? Persze. Itt hátul? Uh-huh. Igen. Ez jó. Ide. Szép. Jaj, de szép. Nemrég lepett meg vele a férjem. Hová mész ilyen elegáns ruhában? De ez maradjon köztünk. Meg vagyunk hívva. Az amerikai képviseletre. Nyugat-Berlinbe. Fülbevalót is? Van itt valahol. Ezt nem mesélheted csak úgy el nekem. Ha? A férjem ezredes az Állambiztonságnál. Az enyém is. És szerintük az NDK túléli ezt a válságot. Szörnyű időket élünk, nem? Lehet, hogy a férjednek van igaza. Túl hamar paktáltunk le az amerikaiakkal. Nem is tudom. Az én Norbertem olyan sokra vitte. Őrnagy. De most... szerintem minden össze fog omlani. Te mit gondolsz? Csak mert ott voltam. Az Alexanderplatzon is. Láttam a csőcseléket.
Ja, Istenem, tényleg nem tudom, hányadán állunk. Ne haragudj. Végül is magunk közt vagyunk. Figyelj, van még egy üvegpesgőm. Megisztuk? Jó. Várj, mindjárt hozom. Jó estét. Jó estét. Richard Starke, a feleségemhez jöttem. Megnézem, az irodájában van-e. Köszönöm. Richard! Szia! Zaskia nincs itt. Megbeszéltétek? Nem. Meg akartam lepni, megbeszélni pár dolgot. Fogalmam sincs, hol van. Hát akkor... Richard... Te rendes ember vagy. Kérlek, ne vedd rossz néven... De komolyan aggódom Zaskia miatt. Igen, az utóbbi időben kissé feszült. A születésnapodon megöltek egy keleti ügynököt, akit át akartunk hozni. Tudtál róla? Nem. Miért kellett volna tudnom? Akkor történt, amikor Zaskia a szobájában volt. Hadd kérdeztem meg, aznap este fölmentél hozzá? Nem. De később ő maga lejött. Ó, és ez mikor volt? Ne haragudj, de ez a kihallgatás nevetséges. Mennem kell. Jól van. Uram, még mindig a vakondra koncentráljunk, hiszen már leomlott a fal. Oh. Bekapta a horgot. Ó, nagyszerű. Semmi sem lehet jobb csali, mint a saját férj. De akkor is. Vigyázzunk, nehogy zsákutcában kössünk ki. Emlékszik James Angletonra? Mániája volt egy állítólagos vakond az ügynökségen. Le is állt miatta minden. A szentségét, Colin, mi már teljesen leálltunk. A fal leomlott, mi meg csak ülünk és elfogadjuk a status quo-t. A francba. Hívom Langleyt. Addig toborozzunk, amíg az oroszok le nem zárják megint a határt. Majd később beszélünk. Rendben. Hey Jack, Jeremy here. It's enough. Mi volt ma? Honecker lemondott. Ez még honnan van? Az új szomszédasszonytól kaptam. Miféle szomszédasszonytól? Barbara Köhlertől. Most költöztek be. A férjével együtt. Karl-Marx-stadtból. És neki futja ilyesmire? Aha. Egyszerűen becsöngetett. Még hurcolkodnak, és nincs tükrük sem. Fel akart próbálni pár holmit. Hétfőre meghívtam vacsorára a férjével együtt. Aki egyébként a kollégád. Mi, te vadidegen embereket hívsz meg, akik csak úgy becsöngetnek hozzánk? Itt valami nem stimmel. A férje azon gondolkodik, hogy átáll az amerikaiakhoz. Barbara kétségbe van esve, gondoltuk, beszélhetnél a férjével. Köhler? Karl-Marx-stadtból? Jan, kész egy sört? Köszönöm. Ján, szeretnék bocsánatot kérni. Semmi baj, túléltem. Rosszul ítéltem meg a helyzetet. Szörnyen viselkedtem.
Minden esetre mindig szívesen látunk. Köszi. Gyere, menjünk fel. Köszönöm a vacsorát. Bent voltam a követségen, érted mentem. De senki sem tudta, hol vagy. A folyamatban lévő akciókról nem beszélhetek. Hétfőn lesz Zimon első meccse az új egyesületben. Hétfőn? Nem fog menni. Fontos neki, hogy te is ott legyél. Tudom. Ülj még ide egy picit. Mindjárt. január 15. Henning. Szervusz, Heide, itt Barbara. A ma este miatt hívlak. A férjem nem tud jönni, dolga van. Ó. Decker, hogy? Épp erről akarok veletek beszélni. Szóval te eljössz, ugye? Igen. Helyes. A férjem biztosan tud segíteni neked. Már meséltem neki rólad. Biztos, hogy nem alkalmatlankodom? Dehogy! Gyere csak nyugodtan, mi örömmel várunk. Akkor ma este. Szia! Jó, köszi! Ő volt az. A férje sajnos nem ér rá, de ő eljön. Köhler úr nem is létezik, lefogadom. De én nem hagyom annyiban. Sok sikert, kisfiam! És... mindent bele. Persze. Gyerünk. Jó estét. Jó estét, elvtárs. Vagyok feketében, és hogy mit jelent a karomon ez a két világos kétség. Így van. Ez a rendfenntartó karszalagja. De közben a küzdőtéren felgyorsultak az események. A játékosok minden erejüket összeszedik az utolsó menetre. Nem kicsi, mégiscsak a dobogós hely a tét. A játékosok, hogy úgy mondjam, csatasorba állnak, és kezdődik a mindent eldöntő. Adna kölcsön egy kis vajat, Henning elvtárs.
mondtak rá, hogy így zajlik majd a tűzre. Megáll az eszem. A biztonsági minisztérium központjában. Az elmúlt években itt futottak össze a teljes körű megfigyelés szálai. Az emberekből kitör az elkeseredettség, ami érthető, egyszer mint ijesztő is. Erőszakmentesen skandálják a kifeleket emberek. Sokan felszólítják az embereket... Hát, jó éjszakát, Langmesser úr. Vigyázzanak magukra. Viszontlátásra. Jó éjszakát, eltársak. Az ellenzék képviselői minden megbesélyedtek, hogy ne csillapítsák a tomboló tömeget. Hallottad, mit kiabálnak? Hans Modró kormány... Minket fognak felelősségre vonni mindenért, amit elrontottak. Barbara meg a férje csinálta jól, ők most új életet kezdhetnek. Ez a demokratikus folyamatok megindulásának alapja, amelynek a másként gondolkodók véleményének békés kifejezése a lényege. Ma délután behatoltak az épületbe, és nagy pusztítást végeztek. Szabályos ostrommá változott az intézményben. Minden rendben? Embezi központja előtt tartott demonstráció. Megrohamozták a Stázi központját. Állambiztonsági minisztérium felhasználásának lassan. Erre ígyünk egy sört. Mindjárt megyek. De az épülettömb őrizetével megbízott rendőrök nem avatkoztak be az eseményekre. Betörték a kaput, megrohamozták a mindenre kiterjedő megfigyelés központját, az állambiztonsági szolgálat épületét. Henning ezredes. Kinek dolgozik maga? A hírszerzésnek? A CIA-nak? Ellenséges vonalak mögött operál. Ezért felelnie kell a Német Demokratikus Köztársaság hivatalos képviselői előtt. Nem hiszem. Még nem is tettem magának semmilyen ajánlatot. És most, hogy mindenki bejöhet a minisztériumba és aktákat vihet ki, bizonyára találok mást is. Maga komolyan hiszi, hogy bármilyen fontos akta kirepülhetett az ablakon? A CIA nem hittel operál. Tényekben utazik. Fontos információkhoz van hozzáférésem, amelyek bizonyára érdekelnék az Egyesült Államokat. Nevezetesen? Erről a főnökével szeretnék beszélni. Várjon! Hermann Berger, Peter Weigel. Biztos ismeri ezeket a neveket. Épp tegnap állt át hozzánk egy magasrangú tiszt Karl Markstadtból. A főnökeim szemében maga lecserélhető. De én most itt vagyok. Ha meg akar állapodni, tegye meg most. Mielőtt megteszi más. Thank you.
Nem tudod, apád hol van? Nem tudom, fogalmam sincs. Lehívnád Hannát? Mindjárt kész a vacsora. Starke. Szervusz szívem, én vagyok. Merre jársz? Egy szállodában vagyok. Váratlanul be kellett ugranom Béringer helyett egy braunschweigi kongresszusra. Holnap este otthon leszek. Úgy hangzik, mint a fülkéből beszélnél. Nyitva van az ablak. Akkor holnap, jó? Jó, várlak. Január 16. Következő. A nevem Peters. Az állambiztonság ezredese vagyok. Kényes információim vannak az amerikai kormánynak. Sajnos nagyon sokan vannak, de felvehetem a listára. Kérem, én ezredes vagyok. Feliratom. Szabad a nevét? Peters. Peters. Kérem, álljon be a sorba. Tessék. Itt van. Petersnek mondja magát. Jó. Következőnek egy utána jövőt engedj be. Gizella Heinrich asszony a következő. A ma jelentkezett átállók. Köszönöm. Nincs mit. Állambiztonsági ezredes vagyok az A-főcsoport főnökségről. Lényegesen fontosabb információkkal szolgálhatok, mint ők itt. Foglaljon helyet, kérem. Itt van valami. Ez a kelet-berlini punk gyerek mondott valamit Zaszkia Starkéről? Nem, a lánya nem fog beszélni, de... Stázi ezredes, odalent várakozik. Nos, ő a mi emberünk végre. Kérem a listát. Maga csak üljön vissza. Herr Peters, jöjjön kérem. Mr. Peters? 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 Igen, hol van? Az imént vitte el Zaszkia Starke. Hová mentek? Gondolom a kihallgató szobába. Több ezer ügynök adatait meg tudom szerezni maguknak. Az eredetieket ledarálták, de van még egy másolat mikrofilmen. Előbb majd látni akarnak valamit. Műveleti protokollt, bizonyítékot. A CIA szeret pókerezni, de csak ha nyerésre áll. Ezért szeretnék végre a főnökével beszélni. Az amerikaiaknak maga csak egy szovjet bábfigura. Mint honfitársamnak adok egy jó tanácsot. Ne terítse ki rögtön minden lapját. Csak egyiket a másik után. Én segíthetek a tárgyalásoknál. Ezredes vagyok, higgy el.
Nem szorulok segítségre. Mr. Peters, I'm Jeremy Rudman. I take it from here. Good afternoon. So, Mr. Peters, what brings you here? I would like to talk. I want to talk about the conditions. Beszéljünk az anyanyelvén. Előbb az érdekelne, hogy mit tud kínálni nekünk. A főcsoport főnökség jelentéseit kémeink tevékenységéről az elmúlt 10 évben. Konkrét operatív feladatokkal. Éves jelentéseket? Mutasson nekünk egy mintát. Arra most nincs idő. Az archívumból egy hete szállítanak érzékeny dokumentumokat a Wünsdorfi szovjet támaszpontra. Minden egyebet a munkatársnőjével beszélnék meg. Miért pont vele? Nem tudom, mit csináltál, csak veled akar beszélni. Rendben. Jól van, Starke. Ügyes volt. Kürnach, Dél-Németország. Jó napot! Hello! Elnézést, de olyan régen nem kereste senki ezt a sírt. Odátról jött? Én? Nem. Miből gondolja? Nem azért, mert úgy néz ki. Saskia át akart menni. Legalábbis, amikor utoljára találkoztunk. Elnézést, be sem mutatkoztam. Annette Wirtz, osztálytársak voltunk Saskia Kinzellel. Richard Starke. A férje vagyok. Saskia is itt van? Nincs. Neki nem volt túl jó viszonya a szüleivel. Saskia át akar települni az NDK-ba. Igen. Azt mondta, hogy ott legalább nincsenek fasiszták, lehet, hogy csak kósza ötlet volt. Aztán szem előtt évesztettem, mint mindenki. Senki nem tudja, mi lett Saskiából. Hát a féle kulturális megbízott. Ez rával. Utálta az ilyesmit, mert az anyja erőltette, de a templomi kórusban ő énekelt a legszebben. Nem is tud énekelni. De régen tudott. Nehéz megmondani. Elég vacak a szalag. Nos, ha Saskia Starke a vakond, egy NDK-s ügynök miért adná el a saját embereit a CIA-nak? Persze, ha le akar bukni, akkor... És ha a KGB-nek dolgozik? Vagy teljesen rosszul ítéltem meg.
vége. A rendszer nem tud tovább megvédeni. De a KGB igen. Nekik aranyat ér egy forrás a CIA-nál. Még a kartonodat is hajlandók megszerezni. Egyszer a szememre vetetted, hogy nem ismerted az életet, amikor úgy döntöttél, közénk állsz. Most már ismered, és most van választásod. Van itt még valaki, aki látni szeretne. Sajnálom, hogy a mi... Semmi baj. Azért megpróbáltuk. A gyerekeid... Van nálad fénykép? Hanna és Zimon. Ügyes vagy. Megtartatom a képet. Dohányzol? Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Hogyan folytatódik, Zaskia? Áruld el nekem, hogyan folytatódik ez a zsoltár. Ez egy keresztény ének, ami neked... Vagy...
Saskia Kincelnek, aki 17 éves koráig egy templomi kórusban énekelt. Ismerős lehet. Aki aztán hithű szocialista lévén 20 éves korában áttelepült az NDK-ba. Hogy aztán meglepő módon egy év múlva éppen amerikanisztikát kezdjen tanulni. Nyugat-Berlinben. Mi vagyok én neked? Egy balek? Eszköz a céljaid eléréséhez? Ki vagy te? Tatjana Leske. Ez a valódi nevem. 1948. január 14-én születtem Kelet-Berlinben. Tudom, és persze kicsikorodtól mosták az agyadat. Nem volt más választásod. Nem. Ez nem ilyen egyszerű. Én hiszek a szocializmusban, de nem abban, amelyik épp most megbukott. Te választottál engem? Más döntött helyette. Megvizsgáltál engem. És ismersz. Messziről érted gondolatomat. Szeretlek, Richard. A gyerekeinket is. Február 4. Ezredes elvtárs, ma este megint rakodni fogunk. Hány járművet osztottak be? 3 autót, az oroszokhoz Minszdorfba. Menj, igyál egy kávét. Köszönöm. Minden rendben veletek? Apa hol van? Összevesztetek? Csak korábban ment dolgozni. Gyerünk, induljatok! Szia, anya! Hadd öleljelek meg titeket! Starke. Történés van. Instrukció kell neki. Washington hajlandó teljesíteni a kéréseit.
De csak csere alapon. Az ügynök nyilvántartásért. Lehetetlen. Mindketten tudjuk, hogy a műveleti protokollok magukban nem érnek semmit. Az ügynök nyilvántartás mikrofilmjét kérjük. És hogyan csináljuk? A mikrofilmeket csomagolja be másképp, mint a többi aktát. Maguk ketten be nem jönnek. Ez egészen hátra megy, a harmadik teherautóra. A műveleti protokollokat lemásoljuk. Gyerünk élénkebben! Egy csarnokban, ma éjjel 50 fénymásoló lesz ott. A számunkra fontos anyagokat szállító teherautó útközben le fog robbanni. Ezt majd egy telefonfülkéből jelenti az oroszoknak. A valóságban ez alatt mi vesszük át az autót, és amit csak lehet, lemásolunk. A mikrofilmek nálunk maradnak. Egy pillanat, ez meg mi? Minden rendben van, elvtárs. Gyerünk, siessünk. Maga fog vezetni. És mégis hogyan? Hogy iktassam ki a sofőrt? Ezzel. Ez kontaktméreg. Vegyen föl egy bőrkesztyűt. Nem sokkal az érintés előtt kenje be a méreggel. Aztán fogjon kezet a sofőrrel. Ezzel kiiktatja. Maga pedig átveszi a kocsit. A méreg nem halálos. Állambiztonsági Minisztérium, Kelet-Berlin. Jó utat kívánok, Lutz. Köszönöm, elvtárs. Gondoskodjanak a sofőrről, én elviszem a fuvart. Bankó, Kelet-Berlin. Tizenkilenc óra 12 perc van. Pontosan 53 perc múlva telefonáljon Wünsdorfba és jelentse a problémát. Addigra lemásoljuk a rakományt és visszakapja a teherautót. Maga meg elviszi az oroszokhoz, leadja a szállítmányt és visszaviszi a teherautót. Jó? Nem lesz semmi baj. Idáig csodálatosan csinálta. Én kockáztatom a jövőmet, nem maga. Valamit, amit látnia kell. Tizenöt perc! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Igyekezzünk, siessünk! Ezek mikrofilmek? Igen. Adják le a ládát. Oké. Hová tegyük? Oda átra. Megyek, megkeresem Becit. Jó. Jó, folytassák, megy az idő. Oké, asszony. Kai Uwe Henning,
Úton van a telefonfülkéhez. Gyerünk, tempó! Csírsünk! Őrület, mi? Igen. Megyek segíteni. Gyerünk! 5 perc múlva minden legyen a teherautón! Szervezettebben, fiúk! Ellenőrizzetek mindent! Szép munka volt! Tűnjünk el innen! Szép volt! Kolik, Peci ellenőrizze, hogy minden el legyen takarítva. Igyekezzünk. Szép munka. Húzzunk el. Egyetlen papírt sem hagyhatunk itt. Húzzunk bele, fiúk! Gyerünk! Csak 2 óránk maradt. Ki kell üríteni a csarnokot. Gyerünk! Tudom, hogy mindenki fáradt, de igyekezzünk. Biztonsági Minisztérium, Kelet-Berlin. Nem azt mondja! Kezdjük el! Gyerünk! Álljon már! Henning elvtárs. Árulásért letartóztatom. Hát ez itt jó sok bizalmas dokumentum az elnöknek. Főnök. Szép munka. Mi van? Kai Uwe és a felesége nem jött el a találkozóra. Jeremy, Colin keresi. Gyere. Igenis. Itt vagyok. Főnök. Saskia még magával van? Jó. Azt hiszem őt láttam. Kocsival visszament a raktárba. Gyerünk. Colin látott egy nőt visszamenni a raktárba. Úgy hiszi, Saskia az. Ellenőrizzük. Oda megyünk a házukhoz. Az orrunknál fogva vezetett minket. Gyerünk, odébb. Mozgás. Tényleg? Tatjana Leske. 2 ügynök, hey! Miért nem álltál át? Ha?
Abból csak profitálhattál volna. Így miénk a siker, igaz, Betsy? Kötnének Moszkvában, ha átadnám az amerikaiaknak a mikrofilmeket. Szegény Colin. Wolf informált minket. Te a KGB-nek dolgozol? Miért beszéltél nekem a vakondról? Ralph Hummel kockázat volt. Gondold végig, mit csinálsz most. Redman úton van hozzátok. Ha nem vagy otthon, a te nyakadba varja ezt itt. Colin. Colin nyomtalanul eltűnik a mikrofilmekkel. Úgy fog kinézni, hogy ő volt a vakond. Most mindkettőnknek van egy titkunk. Ne haragudj a késői zavarásért. Sürgősen beszélnem kell Saskiával. Nem. Értsem úgy, hogy nincs itthon? És úgy, hogy nem beszélhetsz vele. Romjaiban volt, amikor nemrég hazahoztad. Felküldtem aludni. Tudod, hogy ellenőriznem kell. Ne légy ostoba, Richard. Mi lesz a gyerekekkel, ha mindketten börtönben ültök? Mi történt? Jeremy? Történt valami? Jeremy, Colinnal lesz egy kis dolgunk. Menjünk vissza a raktárba. Gyerünk. Az elhárító főcsoportfőnökség nyilvántartását tartalmazó mikrofilm Rosenholz akták néven vált ismertté. 1993-ban került a CIA kezébe, 2000-ben a digitalizált adatbázis visszakerült Németországba. A mai napig sem tudni, miért hiányzik belőle a La és Li közötti rész. Markus Wolfot a nyugatnémet titkosszolgálat és a CIA is kérte, árulja el legfontosabb forrásait. Felajánlották neki, hogy települjön át Kaliforniába, amire így felelt, Szibériában sem rossz az élet. Ezt a fiktív történetet valós események is lették. A történelmi előképeken nyugvó szereplők cselekedetei és párbeszédei kitaláltak. Magyar szöveg Fodor Zsuzsa, szerkesztő Németh Beatrix, hangmérnök és vágó Kis Pál, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Bárány Emese. A szinkron az MTVA megbízásából a Mahír stúdióban készült. Produkciós vezető Fodor Eszter.